Hogyha egy magyar gyerek szlovák iskolába járna, akkor nem biztos, hogy már felnőtt korára olyan szépen beszélne magyarul, mint hogyha magyar iskolába járt volna. Meg lehetnének magyar barátai is, hogyha magyar iskolába jár. És akkor hát az úgy neki is természetesebb. Amikor te elkezdted az iskolát, el tudtad volna képzelni, hogy szlovák iskolában, szlovák gyerekek között tanulj? Hát nem nagyon, mert én még most sem tudok annyira rendesen szlovákul. Hát úgy néha-néha ki tudom fejezni magam, de még nem tudok teljesen. És akkor csak hebegtem, habogtam volna, meg minden. Igaz, hogy gyorsabban megtanultam volna szlovákul, de a magyar az egy idő után egy kicsit kitörlődne, szóval ezért én így hálás voltam, hogy magyar iskolába járhatok. Vannak olyan dolgok, amiket szeretsz, és csak a magyar iskolában elérhetőek számodra? Hogyha szlovák iskolába járnék, akkor nem lenne olyan könnyű betanulni a verseket, meg nem nagyon lenne meg az a lehetőség, hogy én magyar szavaló versenyeken indulnék. Nem juthattam volna ki a Tompa Mihály országosra. Mit üzennél azoknak a gyerekeknek, akik most kezdik az első osztályt? Hát azt, hogyha esetleg nem akarnának magyar iskolába járni, akkor gondoljanak arra, hogy a szlovák iskola az lehet, hogy természetellenes lenne a számukra, vagy nem lenne természetes, meg ilyesmi, és hogyha magyar iskolába járnának, az sokkal jobb lenne, mert ugye magyarok lennének a barátai, meg nekem is vannak nagyon jó barátaim, jobbakat nem is kívánhatnék. Magyar nyelven, na, hát az sokkal jobb, mint a szlovák, mert az a anyanyelvem. Úgy beszélnek, mint otthon. És szerinted miért fontos az, hogyha valaki magyar, akkor magyar iskolába is járjon? Azért, mert ha a szülők úgy gondolkodnának, a magyar szülők Szlovákián, hogy szlovák iskolába adnák a gyereküket, akkor elfogyna a magyar nép, magyar iskolák elfogynának, és tovább a magyar néppel együtt. És ez miért lenne rossz szerinted? Azért, mert akkor Szlovákián nem lennének magyarok, elfogyna a magyar kultúra is, és az olyan egy kicsikét rossz érzés lenne. Mit üzennél azoknak az óvisoknak, akik tartanak attól, hogy milyen lesz az iskola? Mit mondanál nekik, hát, hogy milyen iskolába járni? Magyar iskolába járjanak szerintem inkább. A Kodály Zoltánt ajánlom nekik. És szerinted kell tartaniuk az iskolától? Egyáltalán nem kell tartani. Én az első két hétben megvoltam úgy ijedve, hogy mi vár rám, de aztán már megszoktam. Szerintem azért jó a magyar iskola, mert itt az anyanyelvemen tanulhatok, ami megkönnyíti a tanulást. Itt megismerkedhetek a magyar irodalommal, a költők szép verseivel, a magyar történelemmel, hagyományokkal, népszokásokkal. Hozzám a Petőfi Sándor költeményei nagyon közel állnak, szerintem nagyon szép verseket ír. A magyar nyelv nagyon szép, de nehéz. Amikor te elkezdted az iskolát, el tudtad volna képzelni, hogy szlovák iskolában, szlovák gyerekek között tanulj? Hát elég nehezen, mivel ezeket felsoroltam, és ha szlovák iskolába kerültem volna, ott ezeket nem tanulhattam volna, és nem ismerkedhettem volna meg velük. Mit üzennél azoknak a gyerekeknek, akik szeptemberben kezdik az első osztályt? Hát szerintem válasszák a magyar iskolát, mert nagyon jól tanítanak ott, és a magyar tudásukat bővíthetik. És szeretek magyar iskolába járni, mert amúgy a szlovákul még nehezen tudok, és még azért van a magyar iskola, hogy ott jobban megtanulsunk, mert a szlovákban nincs olyan magyar, amit rendesen tudunk tanulni, és amúgy a magyarba könnyű, mert ott még szlovákul is lehet, még magyarul is egy kicsit. Jobb úgy magyar iskolába járni.